A Phoenix Televízió több éve ad már hírt a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióról. Ebben az évben a szervezők szeptember 15-e és 17-e között várták az önkénteseket az ország minden részén. Tiszafüreden az önkormányzati rendészet koordinálásával mintegy 100 fő vállalkozott arra, hogy szeptember 15-én részt vegyen az üdülőterület és a vízfelület egy részének megtisztításában. A szervezők közül Kövér Gábortól, az önkormányzati rendészet vezetőjétől kértünk tájékoztatást. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, amely idén már 7. alkalommal valósult meg. Ezúttal az őszi személygyűjtési akció keretében takarítottak szerte az országban a Teszed önkéntesei. A szervezők várták személyek, csoportok és koordinátorok jelentkezését. Az önkénteseknek csatlakozniuk kellett egy már meglévő találkozási ponthoz, és a megjelölt időben munkára készen részt venni a személygyűjtésben. Mivel a hulladékgyűjtés nem veszélytelen időtöltés, elég alapos szabályrendszert dolgoztak ki a mozgalom elindítói. Az önkéntes csak olyan szemetet gyűjtsön, vegyen fel, ami nem veszélyezteti a testi épségét és az egészségét. Az akcióban nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autóakkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket. Össze lehet szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban szállítható, például nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák. A tervek szerint az akció minden helyszínen addig tart, amíg el nem fogy a szemét, vagy ameddig az önkéntesek lelkesedése azt lehetővé teszi. Bár a mozgalomnak saját internetes honlapja is van, ahol információkat lehet találni, azok a fürediek, akik évről évre jelentkeznek erre a munkára, már jól tudják, hol kell érdeklődni. Egy biztos pont ebben az akcióban Kövér Gábor, az önkormányzati rendészet és a helyi polgárőrség vezetője, hiszen a szervezést a kezdetektől fogva ő végzi. Pénteken reggel a szokásoknak megfelelően az Albatrosz kikötőben kezdődött a program. Az összegyűlt, mintegy 100 jelentkező között ezúttal is ott láttuk a Tisza nyugdíjas klub tagjait, akik a hiedelemmel ellentétben nem öregszenek, most is ugyanolyan vidáman és lelkesen érkeztek ide, mint 5-6 évvel ezelőtt. Szintén itt voltak az Albatrosz kikötő baráti körének tagjai, a polgárőrök és a Hámori András szakgimnázium diákjainak egy csoportja. A középiskolások a Teszed keretében 5 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50 órából. Az érkezők a regisztrációt követően megkapták a gyűjtéshez szükséges 2 legfontosabb felszerelést, a hulladékgyűjtő zsákot és egy pár kesztyűt, majd Kövér Gábor tájékoztatóját hallgatták meg. A rendészeti vezető elmondta, a legfontosabb tudnivalókat a gyűjtéshez, ismertette a munka- és balesetvédelmi szabályokat, külön felhívta a figyelmet a csónakból történő szemétszedés előírásaira, a teendőkre, ha a munka közben sérülés történik. Kövér Gábor kérte a jelenlévőket, hogy vigyázzanak egymásra. Ezután az önkéntesek kisebb csoportokban, csónakból a Tiszató egy részén és a kikötő melletti gátoldalon hozzákezdtek az eldobált hulladék összegyűjtéséhez. Most hallgassák meg Kövér Gábor rendészeti vezetőt, aki a szervezésről és a munka elindításáról adott tájékoztatást. Tiszafüred is csatlakozott az idei Teszed akcióhoz, ami most szokatlan módon nem a tavaszi, hanem az őszi időszakban van. Ezzel kapcsolatban kérünk akkor egy gyors helyzetjelentést, hiszen a megnyitót te tartottad. Igen, tisztelettel köszöntöm a TV nézőit. Ugye, ahogy mit elmondtál az előszóban, most nem tavasszal, hanem a Földügyi Minisztérium ősszel szervezte meg ezt a Teszed mozgalmat. Akkor attól mi még 10 éven keresztül tavasszal is takarítottuk a Tiszát, tehát tavasz ősz nálunk a polgárőrség életében és itt a kikötő életében ez egy 3 napos ilyen szemétszedési akció. Most is itt az Albatrosz kikötőben péntek reggel gyűltek össze az önkéntesek. Egy picit a programból mesél nekünk, egy gyors eligazítással kezdődött, de itt szóltál gulyáslevesről, volt ilyen biztonsági gyors oktatás is.
Igen, hát ez természetesen kötelező, tehát mára hirdette meg a minisztérium, illetve 15-16-17-re, mi Tiszafüreden ma tartjuk ezt a napot, innen az önkormányzattól, a rendészettől, a polgárőrségtől, civil szervezetek, az Albatrosz kikötő baráti köre és a szakmunkásképző intézetből érkeztek gyerekek. Na most ez nekünk előírás, hogy ennyi főnél munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást kell tartanunk, utána aláírják a regisztrációval, hogy megértették, szurmásul vették. Ez zajlott itt, ami látszik a megnyitó alatt. Kiosztottuk a feladatokat, kiosztottuk a védőkesztyűt, a zsákot, amit a szervezőtől, Teszed mozgalomtól kaptunk. Beosztottuk, hogy ki merre menjen itt a üdülő környékén szemetet szedni, és természetesen, ami nálunk különleges, ugye, hogy a vizet tisztítjuk, tehát csónakos vízitúrával mennek a gyerekek. Ez a gyerekeknek egy kicsit kedvező, és hajóznak is egyet, dolgoznak is egyet, úgyhogy jó hangulatban fog ez a mai nap eltelni, és a gulyáslevesről csak annyit szeretnék, hogy ez mindig meglepetés az embereknek, akik ide kijönnek hozzánk dolgozni, az önkormányzattal és a polgárőrséggel közösen egy tányér gulyáslevesre meghívjuk a itt dolgozókat. Még érdekes lenne pár szó számunkra arról, hogy a munka folyamatosan hogy zajlik. Itt láttuk, hogy gyerekek csónakra szálltak, említetted is, elindult egy kisebb tömeg a gáton, itt az üdülők felé. Pontosan hogy zajlik a munka, említetted azt is nekik az eligazításnál, hogyha sérülés van, hogyha azt találnak. A tévénézők erről mit tudhatnak? Hát ez egy egyszerű program, tehát minden ember kap egy zsákot, vagy kettőt, vagy amennyire igénye lesz, és akkor elindulnak csoportokba a szélrózsa minden irányába. Hát itt most az Albatrosz környéket, a kikötőt, a parkokat, főleg az erdőre hívtam föl a figyelmeket, tehát a lakosságnak, ahol turizmus van, ahol jönnek vendégek, ahol a tiszafürediek sétálnak, bicikliznek itt a gátoldalba, hogy tisztítsuk meg ezt a területet, hiszen nem elég egyszer, kétszer, háromszor, elég tisztán tartjuk ezt a Tiszafüred részét, de minden nap van újabb szemét, és találunk. És nem beszélve az illegális szemétlerakókról, itt elmondtam a megnyitón is, hogy azt nem nekünk kell eltakarítani, itt a közterületfelügyelet jelenteni kell, és akkor azonnal lefényképezik, majd intézkednek. Az egyéb ilyen zsákba elordható szemetet kell összeszednünk, tehát ha találunk egy tévét, ezt most nem kell ide hozni, ide felrakjuk a gát tetejére, és majd innen fogja az MHS elszállítani ezeket a zsákokat. Hát reméljük, hogy közel 100-an vagyunk, hogyha már mindenki egy zsákkal talál szemetet, az elég sok lesz, tehát a munkánkat teljesítettük, de sajnos az a tapasztalat, hogy a vízről is igen szennyezett most már ilyenkor ősszel a Tisza folyó, és nagyon sok zsákkal fognak behozni. Nekünk, mint hogy dolgoztunk jó, de mint hogy ilyen szemetet összeszedtünk, az nem biztos, hogy jó, hogy kint feküdt ez a környezetbe. Úgyhogy meglátjuk délben, hogy mit végeztünk. Köszönjük szépen, jó munkát! Én is köszönöm mindenkinek!